Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Martos Balázs Levente atyát, professzor urat. Szent Pál és az isteni irgalmasság. Ez volt a témája a Katolikus Szabad Egyetem legutóbbi előadásának. Mint elhangzott, Szent Pál apostol volt a kereszténység egyik első kiemelkedő alakja, aki elméleti megfogalmazásaival lefektette a mai kereszténység tudásának alapjait. Egy olyan fontos téma, mint Isten irgalmasságának tapasztalata sem maradhatott ki az ő írásaiból. Ami különösen fontos és különösen szép, hogy Pál apostol maga is mélyen megtapasztalta az irgalmasságot, hiszen, ahogyan arról gyakran beszél, ő maga üldözte Isten egyházát. Tudjuk, hogy Saulusból lett Paulus. Tehát ez az előadás egy kicsit azt kutatja, hogy vajon ő maga igyekezette az ő megtérését, az ő Pál fordulását, az ő Krisztushoz térését személyes értelemben, mint az irgalmasság csodáját felfogni. Lehet-e kutyából szalonda? Hogyha tetszik, akkor ez az előadás erről fog szólni. Az előadáson készített hosszabb összeállításunkat a híradó után tekinthetik meg. A Katolikus Szabad Egyetem következő vendége dr. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes lesz, aki Kádár János és 6. Pál pápa találkozásáról tart előadást március 3-án csütörtökön 18 órai kezdettel.